Annak ellenére, hogy a kormányfő korábban közölte, nincs rá költségvetési fedezet, a képviselőház döntőházként megszavazta tegnap a gyermeknevelési támogatás szabályozott törvény szülőknek kedvező módosítását. A jogszabály július 1-én lép életbe. A módosított törvényben törölték a havi juttatás összegének felső korlátját, ami jelenleg 3400 lej. A kismamáknak ugyanúgy a szülés előtti 12 hónapban szerzett jövedelmük havi átlagának 85%-a jár, mint eddig, de újdonság, hogy a támogatás nem lehet kisebb az országos bruttó minimálbér 85%-ánál. Ismert, hogy május 1-től 1250 lej lesz a minimálbér Romániában, ez szerint a gyermeknevelési támogatás legkevesebb 1067 lej lesz, függetlenül attól, hogy a kismama mennyit keresett a szülés előtt. Eltörölték ugyanakkor azt a rendelkezést, hogy a kismamák választhatnak az egyéves és a két éves gyermeknevelési szabadság között. Ezen túl egységesen két éves gyermeknevelési szabadságra jogosultak azok a nők, akiknek a szülés előtti két évben legalább 12 hónapig adózott jövedelmük volt. Ez idő alatt megkapják a jövedelmük szerinti támogatást. A kismama úgy dönt, hogy egy év után visszamegy dolgozni, további egy évre megkapja a gyermeknevelési támogatás minimális összegének felét.